Üdvözlök ismét mindenkit, ez itt a Morrowind végjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ismét sikerült Misaki hibába futnom, ami nem volt más, mint hogy megtelt a Winchesterem, amire vettem fel a videót. Ami viszonylag váratlan volt, valószínűleg fent hagytam régebbi videókat, és ugye ezek viszonylag magas felvontásban ilyen 1 órás, 40-50 perces videók, azok elég jól foglalnak. Ez ilyen mint 100 GB nagyságrend, és hát sajnos elég helyszűkén vagyok. Úgyhogy emiatt megint ott vagyunk, hogy a városnak ugye felfedeztem, nem csak a térképre. Tehát... Telmora, Vosz... igen, Telmora volt, hogy azt hiszem, hogy az az erődszerűség, és akkor ez a Vosz meg a város, vagy nem, a Telvosz volt az erőd, és akkor a Vosz a város, ez még talán kikötő, vagy nem is tudom, hogy volt, na mindegy. Lényeg az, hogy ezt a zónát bejártam, és a végénél azt hiszem ott halt meg valahol a videó. Nem sok minden történt, maradjunk annyiban, átjöttem ide. És éppen nyomára kaptam ugye a kedves White Guardnak, vagy kicsodának, micsodának, akit ugye a törstől küldtek el quest miatt, hogy ő vele fogok itt találkozni. És most megnézem, mi a quest miatt még levágnám, és hát mondjuk éppen be kéne őt vinni a faluba, vagy mit tudom én. Úgyhogy... na nézzük csak. Jó, ez nem az volt. Itt van már nagyon sok ugye küldetésem, úgyhogy öröm ebből kiválogatni, hogy a dealban. Aha. Hát itt van Dreams of White Guard. Szóval sokkal küldetés és nehéz kiválogatni. Volt is egy ilyen vicces kép, ami ugye ezt taglalt, hogy questek Morrowindben ugye. És ez a naplókép, questek Oblivionban vagy Skyrimben, ugye, és ez a kis nyíl aztán kész, hát körülbelül igen. Ég és föld a különbség. Bár megvan az RPG feeling-e, sokszor fogom még szidni ezt a naplórendszert, mert már meg is tettem szerintem. Na, azt mondják, hogy az ilyen vajákos asszony a törzsben, vagy kicsoda, ugye látta az álmain ilyen vízőink kereszt ezt a White Guard, ezt a fehér, nem tudom, furcsa állatot, és hogy ez majd segít a törzsnek ugye sokasodni, gyarapodni, meggazdagodni, nem tudom, jobban élni, stb. És ugye ez sújtja őket ez a kor, ez a Blight, és hát nincsen szabad vadászuk, ugye, aki most itt ezután szolgálhatna, hogy engem kértek meg, találja meg a White Guard, azt mondja, jó, hát találja meg, ennyit mondott, aztán is megtámad, le kell győznöm, vagy elkísérem a törzshöz, fogalmam nincs. Úgyhogy, hát kiderül. Na. Össze békésen közelítek nagy megjegyen. Hello, White Guard. Hopp, aha. Elütött a naplómat. Megtaláltam ezt a White Guard. Ahogy a, ugye, hát látósugarába kerültem, elindult nyugat felé. Talán ez azt sugalja a törzsnek, hogy nyugat fele kéne vándorolniuk. Hát, ezt már a vajákos asszony fogja megfejtegetni. És kíváncsi lennék, hogy a szemét lennék és levágnám csak úgy szegényt, akkor úgy mit szólna a törzs. Ugyanúgy sakasodnának-e vajon vagy nem. Na, itt van egy dungeon, ami nincs rajta a térképemen. Úgyhogy ez ugye mindig elsőbséget élvez. Szerintem itt még nem jártam. És nézzünk be. Nyomítom úgyis csak egy kis szentély vagy valami apróság is. Aha, nincs erről a térképemen elvileg. Elvileg. Hát ő nincs jelölve, de úgy néz ki, mintha itt már valaki járt volna. Gyanítom, én voltam, de gyors beszállok szerintem. Hát igen, ez már így. Több mint gyanús vagyunk annyiban. És itt ott valami bejárat. Akkor azért is benéznék, hogy tényleg itt találok. Persze ez mi... Ó! Oh. Erre a fiszkóra emlékszem, hogy akkor is itt néztem, hogy most ez itt miért szaladgál, mi van? Jó, mindegy, ezt hagyjuk, itt voltam. Szóval menjünk vissza a törzshöz. Az egy másik törzs elvileg. Ők elvileg kb. Pont. Kb. Pont erre így van, itt van bejárat egyébként, amit nem találtam meg sikeresen. Elmegyek a törzshöz, megmondom, megtaláltam ezt a proféciában, vagy az álmokban szereplő White Guard-t, és reméljük, hogy a törzsnek ez majd jó dolgokat hoz. És azt is remélem, hogy ők tudnak nekem mondani valamit ugye a jóslattal kapcsolatban, bár attól tartok, hogy ez inkább ilyen sidequest jellegű, és szerintem ez nem ahhoz köthető sajnos.
Tehát nem hiszem, hogy mondjuk ezért hálául elkezdenek valamit mesélni nekem, de hát megpróbáltuk. Úgyhogy kiderül. Mi lesz a reakció? Ugye itt a főszállal igazából gondban vagyok ott, hogy igazából elvesztettem a fonalat. Annyira sok questem van, és már nem tudom melyik a main questem. A rendelésre nem igazán derült ki számomra. Ki is volt a vajákos asszony? De össze-vissza vannak ezek. Na. Vajzumán Ursa-Musa Rapli, vagy kicsoda. Jó, Ursa-Musa Rapli, nem tudom már hol volt a sátra, úgyhogy. Túl volt, vagy nem tudom is én, mert ő az ilyen, ha jó. No, hát megtaláltam ezt a whiteboard, igen? Aha, azért megtaláltad? És nem követted? Követned kell. Ja, hát... Hölgyem, erről nem volt szó. Jól van. Nyugatnak indult, azt tudom. Vagy csak nagyon ponnyulán olvastam a quest leírást, vagy... Vagy ő mondta kicsit... pontatlanul, de hát követnem kéne azt mondja. Jó. Remélem még megtalálom. Már voltam, igen. Mondanám, hogy valami mágia gyakorlak addig, de úgy látom, hogy itt már eléggé kifogytam a manából is. Mindegy, egy kis mini gyógyítást még benyomok magamnak. Eddig bírtam. Hát ez így öröm lesz, nem tudom merre indult, reméljük nem ment messzire a kedves kis lényünk, mert gondba leszek. Ó, oh, ez nem a kedves kis lényünk, ez egy kevésbé kedves lény. Ott van, oké. Okay. Attól tartok ugye, hogy ezt követni kéne és elindulna valahova, de hogy ez itt elakadt. Ha? Ennyire hát szó szerint kb. Hátsába kell lennem, hogy elinduljon, azért nem ment sehova. Na, Istenem. És így előtte vagyok, így jön. Persze, hogy nem. Itt el kell kísérgetnem, de most én nem tudom, ki jelöl valami... Hát, mik ezek a parcellák, hogy gyanúsak, nem? Itt kell meg felhúzni az új falut, vagy mi? Hogy... Nem értem. Ott az szerintem egy ellenfél. Na, még ő itt botorkálva, akkor addig leöltöm azt ott. Bizony. Au. Skiém, ahogy áll a blokkolás, 87-es. Hát long blade az már maximum, igen. Heavy armor a blokkolás megüljet, ütögesse kicsit. Gyerünk ez az üs meg. Ez az baby, gyerünk. Ajaj, így nem jó. Így nem jó, nem kinyírod itt a jóslatos lényt, hé. Ugye nem ütöttem, oké. Húva. Nem örült volna nekem a törzs szerintem. Na bemászál, mi van javaslattal? Merre ment a whiteboard? Hát belesétált a sírjába. És többet nem láttam. Nem biztos örülnek nekem. Nem volt tömege? Vagy ezt most nem értem. Felszedtem egy ilyen glass cuccot és... Ilyen glass daggernek ennyire kicsi. Szuper. Örülök neki. Na. Mehetünk. Jaj, ne ott is van valami. Basszus. Ez direkt szívott engem. Hoppá! Hoppá, hoppá. Egy hullához vezetett el. A törzsből egy halott. Na most nem tudom, hogy a törzsből, nem emlékszem, már voltak-e hírek, hogy eltűnt valaki. Ez is meg naplomban mit értem? Aha. Találtam egy halott nőt, aki úgy tűnik, hogy egyszer az aslendereknek egy gyógyítója volt. Hát ez szomorú. Sétál tovább ez a whiteboard, azt nézem. Sétál még. Hát akkor lássuk. És még van ott egy barlang is. Ennyi? Sétált a hullához. Hát nézzük meg a barlangot is, ha már erre járok, hát ha még kiderül valami. Úgy de rondák vagytok.
Az a baj az ének, hogy mondanám, hogy gyakoroljunk vele, mint az előbb akartam, de megfertőznek meg, mit tudom én. Bár most már azt hiszem, immunis vagyok a legtöbb dologra. Na mi az, ami még itt talán izgult? Egy frészer? Hát... Természetesen mi más lehetne. Van-e kalapácsom? Még van? Ez most én is meglepődtem, azt hittem már rég nincsen. Nem mondom őszintén. Jó, mentsünk egyet. Még egy... Most viszont akkor legyen hű a nevéhez. Nézzük, mi vár itt ránk. Azt gondolom, hogy ez egy sima bánya, de... Mivel itt volt ugye a halott is. Hoppá, aha. Aha, lehet, hogy mégsem egy sima bánya. Ez itt elég gyanúsnak, maradjunk annyival. Én szerintem ez egy egyébként olyan, küldetés, ami nem mondanám, hogy szorosan csatlakozik a főszámhoz, de valószínűleg kiegészíti egy kis side story-val, mert ez úgy kapcsolódónak tűnik valamennyire azért. Nézzünk csak itt körül. Miért még ott elmennénk, aha. Kis hangulatvilágítás. Hát ez a nászutas lakosztály erre fele. Hoppá, nem sikerült kikerülni a csapását. Nézzük csak, mi van még itt. Hát ez sem belalakszódik itt hangos az élet közben. Na. Láva wellness-t azt most kihagynám. Recepciós már kinyírtuk, mi van még itt. Na, mibe akadtam el? Érdekes volt, hát megint a... Na. 2 milliméteres sziklába, hát mibe másba akadtunk volna el. Felvisz az út, aha. Na, ellenséges. Ó, de jó, opá. Ogorva a vendég eltévedt a mozót keresve. Kezeltük a panaszát, na. Szerintem itt lenne nincs már semmi. Úgyhogy ugráljunk fel. Hopp, hopp, na. Szerint shrine. Érdekesen hangzik. Wow. Na, nem beszélni is tudnak, ez már akkor nem egy... Hoppá! Onnan a blokkolásom. Akár ott leütném rajta egyszettem van, mindegy. Ő is elkapta ezt a... Corpus meat, nem tudom én milyen zombi kort. Úgy látom. Fú, amik vannak itt. Ott is mi van? Na, edzünket kell ezzel a fickóval. Hogy meg kicsit üttetni magam. Csináltam ugye a régebbi részekbe is. Az Oblivion baszom a patkányokkal. Aztán talán szkeletonokkal ének. Hoppá! Aha. Gyertek csak. Van itt még hely bőven. Blokkoláson van 77-es. Ez a heavy armor 97. Ha heavy armor vagy blokkolás lépés szintet, akkor abban adjam, megígérem. Kicsit várok, hogy ez még bekövetkezzen, itt lassúk a szintek. First rate szempontból érdekes ez, hogy shrine meg ilyesmik, mert ez is nyilván kötető a Westlanderoknak a szektájához, meg ilyenekhez, de... hát nem tudom, hogy ez a White Boar sztori, ugye ez ide akart elvezetni, vagy csak a halotthoz. Amennyiben a törzsfőnök kért volna valami további vizsgálatot, akkor ugye most lehet, hogy elébe szaladtunk egy kicsit, nem tudom. Ugye emlékszem, a Hildernél nem volt semmi felé jegyzet, meg ilyesmi, úgyhogy na. Nagyon taktikáznak, körülbeálltak a srácok. Recik túl magasan, nem tudom én, agility, ne, vagy sima védelem, ami nem tudnak így megütni sok kb. Na jó. Úgyis srácok, de nézőket nem akarom tovább buntatni. Na. Így is már biztosan sokan elkattintottak, hogy úristen mi ez. Az ott egy... Szerintem, opá, az már egy karakter, oké. Okay. És majd gyerünk. Na. Nem semmi érdekes. Ó.
Egy vonás kard, ami most már nem ér semmit, szuper. Nem tudom így... megnézni. Na azért. Ó, illúzsinom nőtt, szuper. Köszönjük szépen. Kis gold, az mindig jól jön. Hát ezek már annyira igazából nem. És ez bejönünk be. Ah, simulni veszünk, hagyjuk. Itt is van egy kis láda. Opa. Ezt mennyire feltöröm. Ami van. Ó, hát ezek drága kövek mindig jöhetnek nyugodtan. Nem ez, amit kell lejátszani, ha mindegy. Lejátszani, mint a sátán dallamát, hogy mit tudom én, ki tudom, mi történik. Na. Túl darabkák, oké. Semmi. Húsz darabok. Semmi. Vártam volna valamit. Van egy kitinás statue, de ezt azt hiszem csak a Thieves Guild-be tudnám hasznosítani. Legalábbis nekem itt még nem nagyon sikerült. Daedric katonám volt, ez volt ez. Ugye. Kis húsgombócok, paradicsom nincs hozzá. Na. Szerintem akkor... igen, itt végszaladok, és ez ennyi volt. Nem volt szép tőled. Hát ez ilyen... ilyen járat, igen. Ismét lávafürdő, köszönjük, nem? Itt meg már ugye járt minden, fordultam vissza valószínűleg az elején. Aha, itt akkor bolnodnak a hullája, oké. Hát akkor ez a hely ennyi, nézzünk vissza a... törzsfőnökhöz és a vajákos asszonyhoz egész pontosan. Hát egyetlenül nézek ki, de hát... mindegy. Akkor nem lesz sehol, ugye? Nem. Jó van, akkor voltam már. Ott még nem lehettem, mert nincs felfedezve. Nézzünk el, hát persze, nézzük meg. És mit szórakozunk itt. Nem csak erre, hogy a lélek köves cuccokat el tudnám nyomni, igen. Valami szóltrepet, srácok, valami szóltrepet, nézzük csak. Tettem volna én cuccba szóltrepet, vagy csak akartam. Na, nézzük csak valahol, valahol. Hopp, szóltrep, exquisite ring. Hát, mondhatni elég beszédes a neve, így van. Meg is van a lélek, szuper. Erről van szó. Ez a magic még jól fog jönni, hát inkább erre. Na, bács. Na, mit csinálsz? Hát? Gyorsan vele megy róla, aztán hiába volt. Jó. Oké. Egyébként vegyük ki ezeket a cuccokat már. Mert hogy még majd megbánom. Tömeg miatt. Hoppácska, ott voltam, ugye mondtam, hogy voltam. Elvileg igen. Na az lehet, hogy pont kimaradt az utolsó rész végében, ide beugattam még. Na mindegy. Ja Istenem, hát nyugodj meg, na. Az a baj, hogy itt a longsword-om az már nem fog nőni. Hát ugye esközök másik izé van harcolni. Fegyverrel. Fejlesztem egy kicsit más egyéb skilljeimet is.
Miért ne? Látszik is egy kicsit bénában mozgatom. Addig is fejlődök. Erre majd a Magic-et azért nyomok. Ha már közelébe kerül, se találom ezzel? Én béna vagyok. De jó. Na hát így nem lesz egyszerű megölni, igen. Na, gyerünk. Szándékos volt. Na, gyerünk. Bántva például mennyi egyébként kíváncsisabban megnézném. 23-as, hát igen. És ez is sorban lédek esetleg. Max Spear. Fú, ha ez még sokkal borzalmasabb, oké. Ezt inkább hagyjuk is. Ez se tűnt annyira sikersztorina közöltetem, úgyhogy lehet, hogy nem kéne erőltetni. De meglátjuk. Hoppá! Ahó. Na, még a patkányokat lebírom verni, jól van. Na, itt egy szép kis rom. Vicces, hogy most itt tényleg messzebben látok, és így látni az x méterenként lerakott kis bogarat, meg patkány, meg mindent. Hú, ez nem rossz kis védelem, ez az ágyú. Oké. Na, ne szórakozz. Lehet nem kéne ezzel kidobnom tényleg. Inkább ne. Na, egy jó kis törpe dungeon. Megpróbálok, aha, elemizni, baj, az nem jó. De... hát, mindegy. Menjünk, talán így is kivírjuk. Mentek egyet, mert sosem lehet tudni. Most hiszem például. Na. Nézzük, hoppá, ki van itt. Majdnem mondtam, hogy a lélekmágiát el kell nyomni rá, de hát ugye ő rá hiába. Sok lelke nincsen. Maximum egy lélekkő van benne, ugye? Az a baj ezekkel ugye, hogy nehezek. Az a rogue lest is azért nem viszem el. Az még viszonylag kicsit könnyebb, na de hoppácska, mi van itt? Szóval az még egy fokkal könnyebb, de... nem szorakozok már azzal sem. Hoppá. Milyen ancient... törp szellemek repkednek itt, ki voltál mi vagy? Random törp szellem, oké. Okay. Fém darabot nem. Kettes zár. Ez a gyakorlatilag nincs is rajta zár. Tehát mindegy. Az a sikerült csak másodszorra feltörnöm, szuper. Büszke vagyok a zár feltörési képességeimre. Az égkő az jöhet. Ez nem. Ez igen, ez mi is? Ez zárt szó, nem rossz jöhet. A rogue lesz az nem, de az égkő igen, ez nem. Ez sem. Ez sem. A Scarabeus akármi tervrajz, ezt ugye elrakom, mert tetszik. De nem rakom, hogy azt szeretjük, mert viszonylag kis tömegű és ilyen pénzérmeként használhatták, gondolom, milyen régen, ugye el lehet adni egész jó áron, ez is az, ez is az. Ajjaj. Itt vagyok újra ismét, sajnos volt egy crash-em, nem tudom mennyi látszott belőle, a lényeg az, hogy valamiért, nem tudom miért, hogy a Dreamer coin-okat szeregettem és bedöglött a játék. És visszatöltöttem és fel tudtam szedni, viszont ami furcsa volt, hogy unequippelte a fegyveremet, ledobta a kezemből. Illetve lockpick volt nálam egész pontosan. Úgyhogy nem tudom, az összefüggésben van a hibával. Minden esetre most már akkor lockpick
az a Szeviám Romainus szuper. Mindenesetre most már oppik kell a kezembe, akkor nem lootolgatok, mert nem tudom miért. Hát, hogy azzal van baja. Hoppá, még egy gólem. De reméljük, hogy ez nem túl sűrűn fog előfordulni, és elnézést kérek, most nem ennyire killódós. Mindig van valami a videókkal. Nem tudom már én sem, hogy miért. Nem jár a rúd. Reméljük, itt nem fog crashegetni minden második lootnál. Na. Jókor a darab hordó. Valami cső, nem tudom, így ennyi kb. Oké. Okay. Voltunk is ez egy zárt, vagy a zsákutca terem volt, ugye? Igen. Nézzünk el akkor gyorsan másik irányba, onnan jöttem. Nem szaladt minden még, amíg ott voltam, szuper. Oké. Okay. Hopp, mi ez? Na, a kalapács az jól jöhet igazából. Várjunk csak. Tudatom, hogy túlsúlyom van, és... kalapács miatt volt? Aha, úgy tényleg igen, jó. Pont dolgoztam. Ez így még jól jött, nem akartam volna ott ragadni. Aha. Ugye az Ebon cucc az sajnos nehéz. De a drága kötő is meg lehet most pont, aha, úgy nézem meg is tett a tömegem, szuper. Még enged, oké, ha még pont annyi vagyok, még enged mozogni, hát. Nem látom, most már lassan trédelnem egyet, úgy néz ki. Mindig a tabot nyom meg először, na. Szóval elleg itt már nincs más, úgyhogy. Ezért még egyszer lehet, hogy visszalesek, de szerintem. Jó. Majd max-a lesz valami, visszaküldő nekik questet lényegtelen. És most bármi történjék, nem érdekel. Irány a törzs. Kellett volna csinálnom oda egy save pointot, vagy lehet, hogy csináltam, már csak elfelejtettem. Mindig is tudnék oda teleportálni gyorsan, de hát most már mindegy. Késő bánat. Nyomjunk el megint ebből is egy szót. Igazából. Álljunk? Azt hiszem. Meg is van. Na és nézem, milyen lélekkövek. Aha, itt vannak. Igen, ez a Golden Szentes az 80 ezeret ér, ez a Winged Twilight 60 ezer. Ez 80 ezer. És a többi valami, az a kő volt. Sziz Alit 250, hát. Nem egy világbajnok. Na. Focsak még egy kalapácsot a megmél, de hát mindegy. Egyébként rendes volt a crash, mert úgy crashelt be, hogy először azért elmentette a játékot, és utána becrashelt. Úgyhogy nem tudom, ez milyen bug volt, de... mondhatnám ilyen programozóson, hogy a try-catch-et szépen megcsinálták, ott azért a cache-be még mentettek egyet. Mielőtt dobtak egy hibát. Mert sok járatlan volt, mert itt is, ott is. Elvileg. Mi volt, van egy hulla. Szerintem itt is jártam. De most azért se fogok lenézni. Ezek a bányák úgyis mindig unalmasak, ugyanaz van bennük, úgyhogy... nem húzom bele az időt. És ő majd mögöttem, vagy? Mindegy. Ott a tábor már látom, ez az, gyerünk. De jól futok. Na, és mi nem akar menni. Mint hogyha a közösség nyomot tartottam, akkor tudtam volna ilyen körül ott a bal. Aha, oké. Okay. Jól emlékeztem, csak az volt a baj. Szuper. Tiótos cuccaim, komolyan. Nagyjából még az éboni cuccok stimmelnek, csak sisakom néz ki hülyének kicsit, de hát... ez van. Na, impresszív. Na, ilyen jól öltöztem, nem is tudtam, de azért kösz. Megjöttem.
Megtaláltam és követtem is. Láttam, víz olyan van. Igen, annak ellenére, hogy nem követtem a White Guard-t. Az istenek úgy tűnik mégiscsak elvezettek, amerre mennem kellett, vagy utólag mégiscsak követtem, mindegy. Megtaláltam ugye a holttestet. Ez érdekes, azt mondja, hogy ő volt egy gyógyító sok-sok évvel ezelőtt. Életét adta mások életéért, és általában ugye nem is egészen értem, hogy ugye újra és újra az életét adja mások életéért, nem tudom, ezt hogy értik, mindegy, és az ő áldozatán keresztül élhetnek ezek az emberek itt a törzsben, és hogy egy csoda tanulja lehettem. Talán azért áldozta fel magát, hogy utánéval leszedje róluk ezt a fertőzést, hogy fogalmam sincs, és hogy most pedig fogd az amulett, hát az asamanuk amulettjét. Köszönöm gyermekem, ezt fogadd el ugye hálánk jeléül. És ugye azt mondja, hogy egy pajzs, legendás pajzs, vagy legendás védő valami az emberek között használjam. És hát ez visszahozza az erőt a micsodámba. Nem akarok megtippni a hülyeséget. Tehát akkor most kaptam az amulettet is, meg egy shieldet is, külön, úgy néz ki. Kedves vagy, csak a tömegem miatt igen mondani akartam, hogy gondba leszek, de nézzük csak. Aha. Mivel ez a lábaimba hozza vissza igen az erőt, nem akartam hülyeséget mondani, ugye a kitartásomat tölti vissza. Nem rossz cucc, de ugye, hát látszik az értéke is, na, most már ezen a szinten nem egy nagy cucc, sajnos. És akkor hol lett az amulett? Azt mondja, hogy shit, ez nem igazán. Nem, ez van köztes cucc. Csúha. Ghost Charm, nem. Nagy tesztem van mindenem. Ja, várjunk, csak hülye vagyok, mert ugye eleve nem, tehát gyűrűket néztem és amulettet kéne, de... Csak az volna volt, hogy... Jó, ott annak a neve. Már elnézést. Ez a, igen, amulett a asam akármi. A spelleknél megnézem az effektet. Hát ez nem fog összejönni. Nem próbálj meg újra, amulett of asa valami. Én nem látom én ezt. Ezt is ott rögtük rajtam, az előbb már megtaláltam és átmentem fölötte. Hát ha valami simán drága amulett ugye, hát akkor ez nem... Nem egészen az, amire számítanék. Shield az itt van, de ezt az amulettet én megmondom őszintén nem találom, úgyhogy... Hát akkor ezt a item is azért nem látom. Nincs javítani való. Itt is öröm lenne megtalálni, az annyi minden hulladék cuccom van már, hogy öröm nézni. Hát ha itt van valami, nézzük csak. Itt sem látok, szemszel. És a jó inventory rendszernek hála, még nagyon rendezgetni sem tudom. Igazából. Tényleg a mész, az sem az. Hát... Hát flipnálják, ezzel hát, hogy gondba leszek. Vagy nem látom, vagy nem adta oda, és mégis elhagytam, nem tudom, de... Tehát akkor jó, tehát akkor hülye vagyok,
Tehát én hoztam az Amulet of Ashaman akármicsodát, ami elvileg azt mondja, hogy gyógyítja majd az embereit, és ez gyógyítja őket ki a korból, és ezért cserébe adta azt a pajzsot, hogyha jól értem? Jól van. Tehát akkor én voltam a hülye ismét, oké. Akkor elvileg rendben vagyunk. És illetve nem akarom ledobni, hát ha még ilyen quest jellegű dologban ugye hasznos lehet. Viszont valamit mindenképp le kell dobnom. Úgyhogy... Nyomok ide szerintem egy recallt. Aludom kéne először egyet. Én nem tudok megmozdulni, oké, akkor össze nyomok egy recallt. Vagyis nem recallt nyomok, hanem meghívják ezt. Markot. És nem manával, nem cuszból. Nyomok egy Markot, itt van, igen. Oké. Akkor most ledobok valami cuccot, mert már nincs elég teherbírásom, ugye? Mondjuk. Ezt a lesztáros életedobom. Jó vagyok. Igen, és akkor most kéne azt tudok mozogni, hogy mondjuk itt felgyújítom magam, és akkor teleport mindjárt. Oké. Okay. És akkor azt is cuccból kéne csinálnom. Nem recallt. Nem is Markot. Á, mondjuk az MC Intervention, lássuk. Le kéne egy-két dolgot passzolnom bizniszelni, mert nem igazán van terbírásom, maradékot meg bedobom valahova a saját tárlóimba. De jó. Ott utálom ezt, igen. Ez a baj, hogy hülye környéken járok, és mindig ilyen hülye városokba kerülök. Miket kevésbé ismerek, keresgélem kell az árusokat is, meg stb. Ez legalább jó rém lett. 775 arany? Hát komám. Tudom, atyám. Ez ugyanaz, mint az én shieldem, ugye? Szent shield, így van. 196, 15-ös érték. Így van, stimmel minden. Azért átnézem, bár nagy meglepetésre itt már nem számítok a scrollokat, nem gyűjtök tovább, igen. Nagy meglepetésre nem számítok itt a kínálat terén. Elnézést, akkor nincs üzlet. Spells making, milyen spelljeid van. Kivaszlatú veszek tőle, aztán lebizniszeljük. Hát az a baj, nem ilyen on-self, hanem olyan kéne más is el lehetne nyomni, mert ezért voltam többször már itt gombban. Ezt kell még meg tudjuk azt is csinálni. Társra mondjuk így van. Egyes nyomok állítom kéne. Your light pack. Minusz 125, az egész jó esély, köszi. Ez miért is? Ez ennyire nagy erejű valami, ezt most nem értem komolyan. Jaj, hát ezt törölt ki. Jó, akkor nem blight, hanem common disease. Oké, okay, akkor egy ilyet csinálunk. Az is jött. Hoppá, ez is jön. Na. Others. Jó. És akkor őt szeretném touch. De nem ez azt csinálja, amire én gondolok, megmondom őszintén, de...
Jó. És akkor kill poison, az is. Poison. Burns. Touchra. Nem tudom az, hogy ezek a nullások. Hogy kell érteni őket, hát mindegy, majd teszteljük, aztán max megszívta, mert ez van. Touch. Dispel. Nagyon 100%. Dispel others. Na. Na és akkor így lehúzta egy kis pénzzel, így van, akkor valami bedobok érte. Hát... megint így vagyok, hogy egyszerűen... nem tudok mit olyan árba passzolni, hát ilyeneket bedobálok. Hát így van. Vampire, de szuper, az jó áron van, ez tetszik. Még egy kicsi beleférünk, egy virág. És még egy virág. Esetleg... ektoplazma. Jó, az már így jó lesz, köszönjük szépen. Szerintem egyelőre ennyi, nézzünk inkább szét máshol. Például hol? Templom, ez itt a valami menor, az nem lényeg. Az a district, az pont ilyen plázaszerű szerintem. Na, itt van egy-két boltos még, ezeket nézzük meg például. Nézem, esetleg megvenne. Hát, necces alapban alig van pénze. Majd nincsen árum, ami kisértékű. Köszönjük, ez most nem jött össze. Kovács, az jó. Hello, hello. 750, hát... egynek már elmegy. Nem szórakozok őszinte. Azt mondjuk el ennyiért. Nincs ide érdekes vegyes öltözet. Csak egy sima gárd. Szintem valami extra karakter. Az a baj, hogy most már olyan értékes cuccim van, akit... opa! Elnézést. Itt igazából nekem bukó minden biznisz. Jó formám. Bookseller, hát. Kicsi számítok már sikerre, de nézzük meg. Scrollokat is vesz, esetleg azt is adhatnék el neki, de mindegy. Könyv az nem maradt nálam, mondjuk. Scroll esetleg, amely sok van, az jó, az kell. Hát... igen, ami túl jó, azt nem akarom elpasszolni. Ebből szerintem még egy elmehet. Ami túl jó, vagy túl speciális, vagy ugye mondjuk jól jelent olyan helyzetben, hogyha nincs manám, és mégis el kell nyomnom mondjuk egy szódrepet, egy gyógyítást, azok megint csak jól jönnek. Blindból mondjuk egyet elnyomok. Ez maradjon azért, 45% tip, nem árthat, bár azért abból már itt se vagyok valami rossz. Híres Icarus tekercsek. Recall. Hát azon állt el, nem hiszem, hogy kéne mondjuk. Abszolút májka se hiszem. Fortify mágika, hát ki tudja. Gyengébb zányítás, szerintem ez mind elmehet már, mert ilyen mennyi is volt, 40-60. Hát ez már szerintem jó van a saját zányításommal ki tudom nyitni. És passzolom őket. Meg vannak 100 scrolljám, hogyha nagyon nincs más lehetőség, akkor
Maximum bevetem azokat. Abszolút ház. Ez jó. Számonok azok jól jönnek. Itt command. Pencsek. Ez 20-as szinti command, az azért ilyen drága. Azt azért akkor meghagyom. Mert nem elpasszoltam, mert az beszél meditáció. Hát... Milyen 26-os jó, az meg gyengedek szent azt a... Ja, hoppá, már is túlszaladtam elnézést. Nem figyeltem. Legyen akkor így. Csináltunk legalább egy kis pénzt. Nézzük itt a brokernél. Aztán benézek még a plázába. Hoppá. 500-asa van. A scrollokat is megvesz, mert látom van nála is. Ott épp azt volt van az előbb. Nem mondjuk. Fortify luck, szerintem az élben nem fogom használni. Shieldnál van erősebb, úgyhogy ezt elnyomom. Jó pár számon, úgyhogy itt meg már jártam szerintem. Jó, vagyunk ennyibe. Nehezebbektől kéne megszabadulnom. Úgyhogy ilyen fegyveres, fegyverkovács, egyéb árusok, nézzük itt kik vannak. Manor nem érdekel, Manor nem izgat, ruhás annyira nem, alkimista, még talán. Enchanter, Guildhall, maradtam Guildhall, oké. Okay. Hát nem sok mindenja. Jó. Sajnos. Ezt inkább adjuk is. Alkimista nézzük. Egy-két összetevőt eltudok passzolni neki, az már... már valami. Hát, 300... annyi van, az nem sok, úgyhogy... inkább belenyomok kettőt. Hú, az elég ér valamit pont, oké. Okay. Azt nem tudom, miért másfajta névre hát, de akkor ezt nem kell. Hát... körből is elnyomok hármat. Elég is. Mondjuk az én szintemen megmondom őszintén, csináltam azt, hogy semmit nem útrok szerintem, csak azt, ami ilyen nagyon könnyű, mint a törpe pénzes tallér, vagy egy-két ékkő, és minden más ott hagynék a fenébe. Mert miért nem cipekedni, de hát az alaposság ez valahogy már megszoktam, és most már ragaszkodom szinte hozzá. Úgyhogy itt ez van. Council entrance, nem. Még az enchantert esetleg megpróbálom. Igen, egy pillanat.